A PAF Pancsova Filmfesztivál 2014-ben indult és 2019-ig tartott. Majd különböző gondok miatt beszüntették. Az idei rendezvényre nagyon sok nevezés érkezett. A játékfilmek Ognjen Glavonic és Stefan Ivancsics filmkészítők válogatása alapján kerültek programra. A rövid filmeket Savina Smederevac ifjú producer ajánlotta bemutatásra. Dakle, očekuje nas šest dugometražnih filmova. Večeras ćemo na otvaranju imati prilike da pogledamo film rumunskog reditelja Radu Žudea, koji se zove Ne očekujte previše od kraja sveta. Pored toga, dakle, u subotu i nedelju biće još pet dugometražnih filmova i dva bloka kratkometražnih filmova, gde nam je negde cilj da predstavimo mlade autore i autorki. Meni je izgleda ove godine pripala, mogu da kažem, čast da proglasim BAF otvoreni! A helyi művelődési központ teltháza arról tanúskodik, hogy nagy az érdeklődés a játékfilm iránt, különösen a fiatalok körében. Ja mislim da su Pančevci veoma zainteresovani za film s obzirom da su pokrenuli festivala i nekako Pančevo ima neku polukritičnu masu što se tiče filmskih radnika, glumaca, reditelja, pisaca, scenarista i pozorišnih i filmskih ljudi, tako da mislim da su Pančevci veoma zainteresovani za film. A fesztivál kísérő rendezvényeként műhelymunkákat szerveznek gyermekeknek és ifjaknak a filmkészítés témájában, valamint egy körút során bemutatják Pančovát, mint filmes várost. Filmska šetnja je zapravo obilazak grada i bitnih filmskih lokacija na kojima su snimani kultni domaći, ali i strani filmovi. Tu šetnju će voditi jedan od naših također prijatelja koji je veoma informisan o filmovima, ali isto tako o kulturi grada. Tako da očekujemo da će biti veoma interesantno, pogotovo za ljude koji nisu iz Pančeva, da čuje nešto novo o našem gradu. A filmek bemutatása után minden este zenei programokkal várják az érdeklődőket több helyszínen a városban. A rendezvény a Szervművelődési Minisztérium, a Pancsovai Művelődési Központ és a helyi támogatók segítségével valósult meg.